Egy lelkes kis csapat adott ízelítőt a szabad idejében a leendő iskolatársaik számára abból, hogy milyen az élet a református gimiben. Beszámoltak a versenyeredményeikről, megmutatták nekik a kedvenc közösségi tereiket, és büszkén meséltek az intézmény falait díszítő képekről, üvegtáblákról, melyek egytől egyik szentendrei művészek alkotásai. Egy felvétel előkészítőt is szervezünk szombatonként az iskolában, ugye negyedik és osztályosoknak, matematika, magyar irodalom és nyelvtan felvételi előkészítőt. És éppen ezért, mivel ezek október 1-én kezdődnek, ezért novemberben, a két utolsó szombatot, november 19-ét és 26-át szoktuk fixálni erre a nyitott kapuk programra. Ilyenkor jönnek be a szülők, körbevezeti őket igazgató úr, és a diákpresbitérium, illetve a más refis diákok pedig az iskolai életről tartanak bemutatót az áprili teremben, tehát az ebédlőben. A 11. osztályos Marcitól megtudtuk, előrébb hozták, és ebben a hónapban megtartották a szalagavató ünnepségüket, hogy a végzősök a tanév hátralévő részében már az érettségire tudjanak készülni. A sokoldalú fiatalember nem először áll kameránk elé. Amellett, hogy gyönyörűen rajzol, egyik korábbi alkotásáról a telefonjában őriz egy fényképet, néhány évvel ezelőtt sport sikereiről is hírt adhattunk. Én 2019-ben a Sportkorzón voltam a Szentendre TV-ben, ahol a foci eredményeimről beszéltem az edzőmmel, Fitos Józseffel, mert szezon közben készítettek velem egy riportot, ahol arról beszéltünk, hogy megnyerhetjük a bajnokságot, és akár a gólkirályi címre is esélyes vagyok, amit utána meg is szereztem. Az intézmény vezetője sikeresnek tekinti az idei nyitott kapu rendezvényüket, bízik abban, hogy a tavalyi évhez hasonlóan el tudnak majd indítani két ötödikes osztályt is. Minden évben a fenntartó által meghatározott diáklétszámot tudjuk felvenni. A tavalyi évben 2x30 fővel tudtunk két ötödik osztályt indítani, most is erre számítunk, hogy erre lesz lehetőség. Nagyon izgalmas kérdés az, hogy hány kis diák fog hozzánk jelentkezni a felvételire. Református nevelési oktatási intézmény a nevelőtestület azt szeretné elérni, hogy a hozzájuk járó gyerekek önmagukért, családjukért, a teremtett világért felelős, önálló gondolkodású, biblikus világnézetű, szilárd erkölcsű felnőttekké váljanak. Ehhez az iskola igazgatója minden támogatást megad az intézmény pedagógusainak. Nem kényszerítjük és nem írjuk elő egyetlen egy tanárunknak se azt, hogy 5-es kortól 12-es korig együtt nőjön fel a diákokkal, nem egyszerű feladat ez, de sok tanárunk szereti ezt, és már végigcsinálta ezt a lehetőséget, de amennyiben úgy dönt, hogy 8. osztály végén, amikor egyébként is ugye van egy korosztályi váltás, szeretne másik osztállyal újra kezdeni, vagy most egy kicsit pihenni, akkor ez a lehetőség megvan nekik, de hogyha szeretné végigvinni, akkor ez a lehetőség is adott a tanárainknak. A gimnazisták a tanórákon túl is sok időt töltenek együtt. Utazásokon és egyéb szabadidős elfoglaltságokon vesznek részt közösen. Tanításon kívül a diákjainak csendes napokat szervezünk, amikor Isten igéje körül folyik a beszélgetés. Minden évnek van egy vezérigéje. Az idei évben a szeretet himnuszából az utolsó verset választották a lelkészeink a vezérigének. Ezen kívül számos programot szervezünk, tanulmányi kirándulást szervezünk a diákjainknak, akár külföldre, Erdélybe, de vannak más határon túli magyar lakta területek, ahova a diákjaink ellátogatnak, úgyhogy van számos program, egyetemekre látogatnak el, laborokba látogatnak el, informatikai részlegre, a Microsofthoz is ellátogattak, akár a héten is voltak egy Graphisoft nevű gyárlátogatáson, ahova az egyik tanárunk vitte el a gyerekeket. A vallásgyakorlás nagyban meghatározza a gyerekek mindennapjait. Saját kápolnájukban rendszeresen tartanak nekik istentiszteleteket, de a szentendrei gyülekezet egésze számára is kinyitják kapuikat havonta egyszer. Minden hetünket egy istentisztelettel kezdjük, ez a hétfő reggel az 5-től 8-osoknak az egyik órában, ez a kisgimnáziumnak nevezzük, majd a következő órában a 9-10-eseknek, ez egy 45 perces igei alkalom, de egyébként a Szentendrei Református Egyházközség a hónap első vasárnapjain itt szokta tartani az istentiszteleteiket, délelőtt 10 órakor, és az egész gyülekezet itt van ilyenkor.
Pénteken a református gimnázium falai között gyönyörű dallamok csendülnek majd fel a Bárczi Gusztáv általános iskola énekszakkörös diákjainak és a Vujicsics Tihamér zeneiskola növendékeinek közreműködésével. Nézőink a múlt heti Művészváros című magazinunkban bepillanthattak a próba folyamatba is. A Bárczi iskola szervezett egy jótékonysági koncertet, és ők kérték meg, hogy biztosítsunk nekik egy helyszínt. Örömmel adtunk nekik, mert hogy a két iskola között évek óta szoros kapcsolat van, ilyenkor a karácsonyi időszakban mindig együtt ünnepelünk. Megajándékozzuk egymást, és együtt ünnepeljük meg a karácsonyt. A Szentendrei Református Gimnázium december 2-áig várja mindazon keresztény diákok jelentkezését, akik jelenleg az általános iskola 4. évfolyamára járnak, és tanulmányaikat jövőre 8 osztályos gimnáziumban szeretnék folytatni. A jelentkezési lapokat személyesen az áprili tér 5-ös szám alatt, vagy online az iskola honlapján megtalálható e-mail címre lehet leadni.